Az idén már 77 esztendeje lesz, hogy a Bácskából elmenekülve a Dél-Dunántúlon leltek végleges otthonra a bukovinai székelyek, többek között Kétyen, ahol a helyi székely hagyományőrző egyesületnek nagy álma vált valóra. Nincs módunkban kitérni a hűség elől. Tamási Áron ezen gondolataival jellemezte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a település egyesületét. Kétyi bukovinai székelyek is hasonlóképpen gondolkoznak. Ez a kopjafa hirdeti itt azt, hogy megtartották a székely múltjukat, hagyományaikat, ragaszkodnak hozzá, és ezt szeretnék továbbadni a következő generációknak is. A kopjafa széleskörű összefogás keretében kerülhetett a településre. A fa anyagot a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ajánlotta fel, a hadikfalvi motívumokat a kisdorogi Jakab Róbert faragta, a betonozásban Erős Boldizsár vállalt szerepet, a területet pedig Gödrei Zoltán, Kéty polgármestere biztosította. A kopjafát Serbán Valentin plébános áldotta meg. Nem csak Kétyen jellemző ez, hanem gyakorlatilag minden bukovinai székelyek által lakott településen itt a völgységben hasonló kopjafákat, kereszteket, székely kapukat állítottunk az elmúlt néhány évtizedben, ezzel is megerősítve ennek a tájnak most már a székely arculatát is. Kéty polgármestere büszke a székely egyesületre, akik minden ügyben aktívak, segítőkészek és hozzáadnak a település értékéhez. A kopjafa felállításának helyeként több ötlet is felvetődött a megbeszélések alkalmával. A hagyományőrző egyesület elméletileg nem ide tervezte, de ugye ezt, tehát egy ilyen emlékművet, ezt azért valahol reflektor, frekventált helyre kell tenni, hogy mindenki lássa. Találhattuk volna neki helyet itt a II. Világháborús emlékműnél is, akár a temetőbe is, vagy bárhol, de én azt gondolom, hogy amit most találtunk neki, ez szerintem a legjobb. Ezentúl ez a kopjafa jelzi a településen áthaladóknak, hogy Kéty egy igazi székelyfalu.